Sziasztok, ez itt a Rockbook Podcast. Mai műsorunk vendége Benkő Zoltán, Güzű a CPG-ből. Szia Zoli, Arató Mátyás vagyok. Köszönöm, hogy elfogadtad a mai este beszélgetésre való invitálásunkat. Sziasztok, szia Matyi. Én is örülök, hogy tudunk beszélgetni. Na hát kezdjünk is bele a történetbe. Egy régi zenekarról van szó, aki 1979-ben már megalakult, és azért többé-kevésbé a mai napig is azért aktívak vagytok. Felfelbukkon a nevetek plakátokon, néha játszotok, adtatok ki a 2000-es évekbe lemezt is, nemrég jelent meg egy koncertlemezetek is, sőt 2022-ben az idén a Toxic Weekend Fesztiválon volt egy ilyen közönség találkozótok, meg könyvbemutatótok, beszélgetésetek az emberekkel, és a legfrissebb hír, ami nem olyan régen jelent meg, hogy 2023-ban adtok egy koncertet ezen a Toxic Weekenden. A kérdésem arra irányulva, egyrészt milyen volt az idei találkozó közönséggel, mennyire felejtik el a CPG zenekart, mennyire érzitek még, hogy van rajongó táborotok, és mi az oka annak, hogy úgy gondoltátok, hogy 2023-ban még azért játszotok egyet ezen a nagy fesztiválon? Hát örültünk neki gyakorlatilag, ez úgy jött ez az ötlet, hogy a Béla, amikor hajléktalan lett, akkor indítottunk egy ilyen gyűjtést neki, biztos hallottál erről. Igen, a Segítsünk Bélának, igen. Segítsünk Bélának, így van, és rengetegen segítettek, a fél világról, Ausztráliától kezdve, Németországból rengeteg pénz jött meg. De jó. Mindenhonnan, és akkor úgy éreztük ezután, hogy ezt ahogy meg kéne hálálni az embereknek, hogy segítettek a Bélán, és a Bélának óriási erőt is adott ez, meg lett egy barátnője, tehát teljesen gyökeres fordulatot vett az élete, és akkor találtuk ezt el, hogy úgy tudunk gyakorlatilag igazából köszönetet mondani a legjobban, hogyha csinálunk koncertet. És ezért találtuk ezt ki, hogy megcsináljuk. Nem jött össze Szegeden, ez még abban az időben volt, mikor ilyen Covid igazolvánnyal engedtek volna csak koncertezni. Igen, minden. Hát nagyon korlátozza volt akkor a közönség létszám, igen. Van, és akkor még, tehát itt leszerveztük Szegeden, aztán megijedtek ezek a koncertszervezők, hogy sokan jönnek, vagy valami, tehát akkor nem is tudom, hogy limitálva volt az a nézőszám is, meg minden. És akkor utána nem is bírtuk megcsinálni, csak Pécsen. És valahogy úgy volt bennünk, hogy hát azért Szegeden is ezt meg kéne csinálni, de aztán megkeresett a Horváth Laci, egy ilyen toxikos szervező, és akkor mondta, hogy menjünk a Toxikra az ideire, és akkor ott csak beszéljünk egy ilyen közönség találkozószerű. Meg lett szervezve, elmentünk, nagyon jól éreztük magunkat, tényleg kurva jó volt, és akkor mondta, hogy hát mit szólnánk hozzá, hogyha ott is föllépnénk esetleg jövőre, és akkor beleegyeztünk. És akkor gyakorlatilag holnap lesz az első próba, egy ilyen alakuló próba, és akkor még úgy is gondoljuk, hogy Szegednek is tartozunk még ezzel az ingyen koncerttel, mert csak Pécsen lett ez megrendezve, ugye? Igen, igen. És hát akkor miért ne? Tehát, ja, és ezeken a próbákon, amit tartottunk ott a pécsi buli előtt, magunk is meglepődtünk, hogy milyen jól összejött. Tehát ilyen hosszú nem próbálás után leültünk, és még élveztük is, tehát hip-hop, dirdur, mert minden elég jó volt. És akkor úgy gondoltuk, hogy ha már ilyen jól megy, akkor miért ne? Miért ne csináljunk egy koncertet? Nem akarunk nyilván elindulni egy ilyen országos turnéra, meg minden, de belefér egy évi egy koncert. És akkor pont abban az időben jön haza a basszusgitárosunk Amcsiból, ők innél, és akkor egy kis segítséggel most szervezünk addig is pót embert, akivel tudunk próbálni, meg próbáljuk ugye Bélának segíteni az éneklését is, tehát úgy próbálunk, hogy éneklünk rá. Egy kis szervezést igényel, de meg lesz szerintem, mert hónap derül ki, hogy mi van.
egy jó próbahelyet sikerült szerezni, úgyhogy mások odaengedtek, gyakorlatilag a város egyik legjobb próbahelye, ez is szokatlan lesz, mert nem ilyenekhez vagyunk hozzászokva, úgyhogy remélem, hogy jó lesz minden, oké lesz. És akkor itt a Toxikon vettük észre, hogy nagyon is érdeklődnek az emberek. A könyvek elkapkodták pillanatok alatt, amit írtak, ez a CPG könyv, ami tavaly megjelent, és most így úgy veszük észre, hogy ez a média téma, ez nagyon megy, tehát rengeteg riport van, rengeteg érdeklődés, most sikerült a Facebook CPG honlapnak is megtalálni a megalkotóját, és akkor megbeszéltük vele, hogy engedje már be minket is oda, gyakorlatilag, ha már rólunk szól, legalább vagyunk adminok, és akkor beengedett, és akkor benn vagyunk már kerítésen belül, az jó, mert ott tudunk posztolni, hogyha van valami, meg a Béla honlapja is működik, ez a Segítsünk Bélának. Igen, az elég sűrűn, azt figyelem én is, hogy ott azért folyamatosan kerülnek fel információk, képek. Így van, rakja fel a Béla, meg a barátnője, meg mi is sokszor teszünk fel dolgokat, és egy pörög állandó. Ezen a héten te vagy a harmadik újságíró, aki jön. De jó. Úgyhogy már abszolút rutinos nyilatkozó lettem, mondom, de figyelj, ha jönnek, hát én mondom, nem? Tehát figyelj, az újságíróknak is ez a dolga, hogy dolgozzanak, találjanak embert, akivel beszélnek, akkor neki is jó, nekem is jó, azt mondom. Hát nem úgy látszik, mint akkor, mintha elfelejtettek volna benneteket. Sőt, én úgy gondolom, hogy ti vagytok az a zenekar, akit én magam tapasztalatából itt Szentesen, hogy elég sokfajta zenei érdeklődésű ember van itt mindenfelé, de a CPG volt az a zenekar, hát persze ez a rock, punk, meg stb. Világban, akit úgy mindenki elfogadott, tehát az, amit ti végigcsináltatok a 80-as években, az hitelesített benneteket a mai napig. Ti azok vagytok, akik ott akkor már a 80-as években voltatok. És én láttam az eladásokból is, amit megjelentettetek CD-k, hogy milyen iszonyú árakon kerül a Vaterán, az a bakelit lemez, ami megjelent, és hogy 60-70 ezer forintért viszik el. Tehát, hogy nem lehetne esetleg abba gondolkozni, hogy valami kis folytatást, hogyha nem is ilyen országos turnét, vagy valami ilyesmit folytatni, hanem mondjuk valami pár koncertet egy évbe. Nem tudom, hogy van-e még esetleg olyan kiadvány, amit meg lehetne jelentetni, akár valami archív felvételekből, hogy esetleg Nem gondolkoztok ilyenen? Hát gondolkoztunk, gyakorlatilag összeszedtünk egy gyűjtést indítottunk itt Szegeden belül, és összeszedtük az összes régi fölvételt, ilyen próbákon készült fölvételeket, meg mindent. Úgyhogy itt van most egy ilyen zacskóba, és utána azt meg is hallgattuk együtt, kiválasztottunk egy lemezre szóló anyagot, mert úgy az volt a terv, hogy kiadunk egy bakelit lemezt. Ott most úgy ment a bakelit. Igen, meg annak most nem eszánsz van meg, igen. Így van, és az volt a terv, hogy tényleg ilyen nagyon régi fölvételeket, amik próbán készültek abba az időbe. És olyat találtunk, képzeld, ami a legelfogadhatóbb minőségű, meg hangulatú, ami nem is a Béla énekel még, tehát a Béla benne se volt még, hanem a Rati ez énekel az ő, igen, benne. Ez ős, igen. Ja, 14 évesem. És jó fölvétel, egész jó, és akkor leválogattunk egy pár számot ott, tehát nem egy párat, gyakorlatilag egy nagy lemeznyi anyagot, és úgy volt, hogy kiadjuk, csak közben az lett a baj, szereztünk is, képzeld, olyat, aki segített volna, az lett a baj, hogy irtózatosan belassult a lemezkiadás. Igen, az most nagyon... De annyira kézzed, hogyha ilyen kis példányszámba adott be, tehát jó van, mi nem tudunk ilyen 50 ezer lemezt eladni, meg ezreket se, vagy mondom, valami. Pár száz példányba gondolkoztok. Így van, és akkor gyakorlatilag egy év alatt készítik el, úgyhogy ki kell fizetni előre, és mert ők a nagy példányszámokat nyomják előre. Igen, és most a multik is elkezdtek bakaliteket gyártani, és gondolom ők évezik az elsőbséget. Így van, tehát a nagyobb megrendelések valószínűleg. Na mindegy, és most már ilyen 900 ezer forintba kerül egy nagy lemez körülbelül, annyit kell bele
föccölni, és utána meg kell várni, amíg kinyomják, aztán utána még el is kell adni, hogy visszajöjjön a pénz. Hát gyakorlatilag olyan másfél-két évig áll benne a pénzed. És ez ilyen meggondolandó, tehát azért ez egy CD az azért sokkal, az 300 ezer forintból megvan, azért 1 millió forintot beletenni, aztán várni rá sokáig, azzal most már így azért elgondolkoztunk rajta, de napi renden van azért, tehát már az anyag össze van szedve igazából, stúdióba kéne elvinni, kicsit javítani rajta. Ja, egy kis dinamikát, meg valamit ott piszkálni rajta, meg tisztítani, zajokat leszedni. Azért figyelj, 83-as fölvétel próbán, egy szám mikrofonnal valami magnóval, tehát nagyon, nagyon régi valami, de nem rossz. Tehát gyakorlatilag az érződik bele benne, ugyanezek a számok, tehát nem sok különbség van egy-két új rész, vagy valami, hanem a hangulata, hogy töltöttük ott az időt egymással, gyakorlatilag totál az utcákról kitiltva, tudod, a próba helyen éltünk, meg kimentél az utcára, azonnal igazoltatgattak, meg hajtottak a rendőrök, aztán állandóan kotlottunk a próba helyen, és akkor ott szórakoztunk, tudod, zeneileg, énekelgettünk, rengeteg hülyeség van benne, meg dumálás, meg minden. Most hát ezen agyaltunk, hogy most mi mit adjunk ki, tudod, de szerintem ez lenne a legjobb. Tehát egy ilyen régi hangulatú érződik ez a fiatalos lendület ott, meg a... Tehát ez nem később már, amikor fölvettük így a 80-as, vagy a 2000-es években, az már nem olyan. Az már csak sterilebb egy kicsit, ugye? Igen. Van, így jobb a stúdió munka, sokkal megérthetőbb, meg jobban szól, meg minden, de az már elmúlt az a lendület, az a korai 82-es évekbeli lendület, nyilván akkor már eltelt 20 évvel később. És akkor ezt akartuk volna megmutatni vinilen. Hát lehet, hogy meg lesz az csinálva. Idén már nem hiszem, de a jövő év elején megcsináljuk, aztán beadjuk, azt megvárjuk, amíg kinyomják, az kész. Hát figyelj, én 30 éve lemezeket árulok, CD-ket, bakeliteket, mindent. Tehát én azért látom, hogy ezeket a kiadványokat, most ugye jelentetett meg a Kuss is, meg az Eta is, meg a Tizedes is jelentettek meg bakeliteket, ezek nagyon jó elmennek. Tehát az a CPG-n szerintem még mindig ezek előtt, a zenekarok előtt van, szerethetőségbe, ismerhetségbe, tehát, hogy én úgy gondolom, hogy lehet, hogy érdemes ezt az időt kivárni, és én úgy gondolom, hogy el is tudnánk adni ezt a CPG lemez szerintem egy csomó helyen, és a végén ugyanaz lenne, mint a mostai lemezetekkel, hogy egyszer csak ilyen brutális árak lennének. Hát figyelj, a CD is, amit utoljára kiadtatok, azt a koncert CD-t, és az is már ilyen 8-10, meg 20 ezer forint áron mentek el, ami arra volt ugye, hogy a Bélának segíteni. CD, ami 5000 forint, és nincs is, elviszik, és én látok egy csomó más CD-t, ami még beragad, és nem lehet eladni. De visszatérve a kazettákra, nagyon furcsa, hogy sokfajta ilyen kazetta kerül elő mostanában. Én is vásároltam fel ilyen hagyatékokat, ahol jönnek elő CPG koncertfelvételek. Egyet azt hiszem el is küldtem nektek, talán valamelyik budapesti Megyfa utcai koncertről, hogy van köztük tényleg egészen jó minőségű. Tehát arra gondolok, hogy érthető a szöveg, mert ugye nálatok az a szöveg, ami az egy nagyon fontos része volt a zenekarnak, sőt mondhatjuk úgy, hogy az volt igazán a fontos, nem az, hogy szól a zenekar, meg éppen milyen akkordokat használ, de a szöveg, hát az olyan zseniális volt, hogy én remélem, hogy nem adjátok fel ezt a várakozást, meg ezt a kis pénzt, amit belefetszeltek, de én tudom, hogy ez most ilyen nyűgös lett, hogy a multik is megjelentek a lemezpiacon, de most már van itthon magyar lemezkiadó is, aki nyom ki a bakeliteket. Úgyhogy szerintem mindenképpen van benne fantázia. Hát mint a könyvet is látod, hogy te mondtad, hogy azt is, hogy elkapkodták. Tehát csak van piaca a CPG-nek. Így van, elvitték az utolsó darabig a Toxicról az utolsó szállat. Sőt, úgy olyan gyorsan elvitték, hogy utána rengetegen akartak volna venni. Igen. Hát nem volt már, úgyhogy írogattuk ott alá a könyveket. Hát most van a Lévai Tamás, nem tudom, hogy hallottál-e róla. Nagyon jól ismerem a Tamást, igen, 30 éve.
most próbáltuk így belendíteni a Tamást, mert ott van az anyag nála, csak rá kéne ülni, megírni, hogy lesz jövőre ez a koncert, ez a fesztivál, rengetegen ott lesznek, hát jöjjön már ki azzal a szoros könyvével, írja már meg. Az a legjobb és piac volna ott akkor, igen. Így van, hozza el, és akkor aztán mondtuk, hogy ez csak neki jó. Tehát nem akarjuk siettetni, egy éve van rá majdnem, mit tudom én, 9 hónap, vagy nem tudom mikor lesz pontosan, de hát annyi 9-10 hónap múlva. Mert az alatt fél lábon meg lehet írni egy ilyen könyvet, hogyha csak minden héten ír egy 10 oldalt, akkor is meg lesz, érted? Remélem megígérte, hogy megcsinálja. Igen, most már először nem akarta, de ez nagyon nehezen megy, és utána a következő héten már mondta, hogy hú, hát lehet, hogy meg kéne csinálni. Ő nagyon precíz, és nagyon nehezen ad ki bármit a kezéből, mert mindig a végtelenség akarja csiszolni a dolgokat, mindig tökéletesen törekszik, ezért pontosan el is csúszik mindig egy csomó dologgal a Tamás, de biztos, hogy amit megcsinál, az minőségi darab, meg minőségi darab lesz belőle, úgyhogy... És ha már beszélünk kiadásokról, tudod, akkor készült egy film is, ami megjelent valamikor VHS kazettán, a Polpot megye pankjai. Ennek nem lehet valami kiadását újra kezdeni, kiadni DVD-n, vagy újra valami formában? Szerintem meg lehet csinálni, a Kövesi Robi csinálta ezt a filmet, nála vannak a jogok szerintem. VHS-en tényleg nekem itt meg is van gyakorlatilag, hát biztos, hogy ki lehetne az DVD-re. Mert így már csomagba egybe kapcsolni ezt a dolgot. Én gondolom, hogy maga a gyártás annak már nem egy olyan óriási nagy dolog volna, hogy ezt... Lesokszorosítják szerintem. Igen. És ha már itt elmondtad, hogy esetleg gondolkoztak, hogy Szegednek is tartoztak olyanivel, akkor gondolom abba is... Azt is tervezitek, hogy Szegeden is csak lesz valami koncert. Akkor már esetleg van jövőre 2 koncert, hát hozzá meg egy harmadik. Én szerintem itt egész szépen fel lehetne építeni egy ilyen... Hát nagyon hűn hangzik ezt, hogy ilyen marketinget, mert nem erről szólt a dolgotok, de mikor van rá igény, és az emberek szeretik, és tényleg nem lehet kapni, ez nagyon nagy ajándék volna a rajongóknak, hogy hozzájutnak könyvhöz, filmhöz, lemezhöz. Igen, már ilyen totális média támadásba vagyunk. Igen. Erre jöttük egy, ezt így kell, hogy akkor minden felületen, minden, hogy lemez, könyv, koncert, minden benne legyen. Riportok, filmek, érted? Hát, de hát ezt tényleg így csinálj mindenki, és ez így jó. Nektek is, van, közönségnek is. Van rá. Te is, akkor ha már lépjünk még tovább, esetleg mostani számokat, vagy új számokat, elég furcsa világot élünk, amire én úgy gondolom, hogy ti meg tudnátok fogalmazni itt megen olyan gondolatokat, amit az akkori hatalom, meg az akkori rendszer, meg az akkori világot, ahogy ti megfogalmaztátok, most azért megen olyan van, ahol nem ártana, ha volna egy olyan punkzenekar, aki elmondaná, hogy mit gondol erről a zavaros világról, igen. Így van. Hogy nem gondolt, hogy te megírod, hogy mit gondolsz most itt 2022-ről, 23-ról szép lassan. Én igazad van, gondoltam erre, és írtam is most egy pár számot, különben így zeneileg vannak gondolatok, egész olyan számok is, tehát össze lehetne pakolni, csak az a bajtott, hogy a Bélával már nehéz, tudod, hogy ő gyakorlatilag ez az agyvérzése történt, és a beszéd központja sérült neki. Tehát rendkívül, még mikor beszélsz vele, akkor is egy picit úgy belendül, és már nem érted, hogy mit akar mondani. Ilyen hebeg a Béla, hebeg. Uh-huh. Hogyha beizgul, vagy ha egy sört megiszik, elkezd hebegni. Uh-huh. De az éneknél is akkor... észre lehet venni? Tehát... Igen. Hát figyelj, ő ilyen mester néptáncos volt, szóló táncos volt, iszonyú ritmus érzéke, meg minden, és nagyon nehezen találja meg a ritmust, tehát hamarabb belép, vagy ha belép időbe, akkor elhadarja, tehát így a ritmus érzékkel lett a baj. És úgy az nagyon nehéz, tehát úgy csináljuk majd most is, hogy 3-an is énekelünk. Már egy kicsit át is helyeztük a hangsúlyt úgy, hogy az énekre inkább, tehát most van 2 gitáros, tudod, én meg a Rati, meg a basszusgitáros, és akkor próbálunk úgy, hogy azért mindenki előtt legyen mikrofon, és mindenki mindig énekeljen, hogy,
hogy segítsünk a Igen. Bélának. Igen. Tehát így egy ilyen hangsúly eltolódás van a zenekaron belül, nem egyszerű ezt megcsinálni, tehát újra kell az egészet alkotni, mert gyakorlatilag az ének a lényeg, tudod, mindenki az alá penget, Igen. és hogyha ott megbicsaklik a dolog, akkor már nehezen megy ez. Tehát most a próbákon majd ezt meg kell csinálni. Meg kell valahogy oldani, hogy ez élvezhető legyen, meg jó legyen. Most érdekes, ott Pécsen nagyon bejött nekik, tehát nagyon élvezte a nép ezt. Ott úgy tomboltak, mint az állat, érted? Tele volt dugik a hely, nem volt probléma, abszolút ez a, tudták az összes számot kívülről, ha Béla nem énekelt, akkor üvöltött a nép, érted, ha a nép nem üvöltött, akkor a takony énekelt, úgyhogy mi azt hittük, hogy ebből baj lesz, hogy nem jön össze ez, és nem volt abszolút semmi probléma, hogy kurva jó buli kerekedett, úgy pörögtek, mint fú, vassza meg. Hát meg, ezt, meg amit eddig is mondtam, hogy titeket azért szeretnek, és most nem arról szól szerintem egy CP koncert, hogy mennyire hogy szólnak a gitárok, mennyire precíz, milyen az ének, meg az, hogy titeket látnak ott fent. Tehát nem arról van szó, hogy most fogsz is keres egy nagyon jó énekest, és akkor helyettesített, hanem ti vállaljátok be így ezekkel a nehézségekkel, és ezekkel is a problémákkal is, ez így CPG. És szerintem ez is egy nagy, nagy előnye a zenekarnak, és pont ezért van az, hogy itt eddig is mondtam, hogy ez a zenekar egy szerethető, hiteles zenekar ma mai napig. De visszatérve a régi időkre, mennyire volt ez az egész CPG tudatos dolog? Tehát, hogyha mostani fejjel látod, mennyire vállalnád te be ezt a kemény időszakot, hogy te ott csak úgy megfogalmazol a rendszerről, a világról gondolatokat, és így beleüvöltöd a világba, és annak azért ára volt, mert ti voltatok az, akik ezért börtönbe kerültetek, hogy van benned valamiféle megbánás, vagy úgy érzed, hogy ez egy rossz tett volt, vagy inkább büszkeséggel gondolsz rá, hogy benned volt ennyi bátorság? Hát figyelj, én úgy gondolok erre, hogy én egy tehát elég ártatlan kisgyerek voltam, vagy ilyen, hogy is mondjam, egy kicsi, hogy ez ilyen butácska voltam, neki mentem fejjel a falnak, de ma már büszke vagyok rá, tehát gyakorlatilag így közbe jöttünk rá így a börtön alatt arra, hogy fú, hát ezek gyakorlatilag azt csinálnak, amit akarnak, akire ráindulnak igazából. Tehát, hogyha akartak volna, eltüntethettek volna bármikor, megölhettek volna, érted? A mész este haza elkapnak, elvisznek, eltüntetnek, elásnak, az kész, soha nem lesz el meg. És nem azért csinálták meg, hogy olyan elkölcsös emberek, hogy ezt nem csinálnák meg, hanem nem kaptak rá parancsot, aztán kész. Gyakorlatilag a mai napig, tehát figyelj, én ugyanúgy van véleményem a mostani rendszerről is, tehát ez nem múlt el, és mondom is mindenkinek, nem biztos, hogy ez különben előre vezet. Tehát azóta már látom, hogy tehát, hogyha megmondod azt valakinek, hogy tök hülye vagy, attól az nem fog megváltozni, hanem inkább főhúzza az órát, és akkor még jobban ellenáll. Tehát nem így kell ezt csinálni most már. Tehát, hogyha én most mondanék valamit, vagy írnék számot, az másról szólna, mint ez. Vagy amilyen volt a punk régen, vagy a CPG. Tehát ezen én gondolkozok, hogy mit kéne mondani különben most, hogy lehetne ezt, ami van itt Magyarországon, ez az óriási egymásnak uszulás, ezt föloldani, meg ezen túllépni. De már árnyaltabban fogalmaznál, azt mondod. Igen, úgy, hogy elfogadható legyen sok embernek, és ezt meg is értsék. Na mindegy, ezt hagyjuk is, mert nem tudok így ebből mondani semmi konkrétumot. Jó, most nem valami. Is akarok én aktuál politikába belemenni meg most a helyzetből, csak arra, hogy akkor, amire kíváncsiattam volna, azt elmondtad, hogy neked van véleményed erről a világról, el is mondanád, igen. Csak esetleg másképp fogalmaznád meg. Meg azóta figyeljen, ahogy eltelt már 60 éves vagyok, rá, most már látom egy ilyen távolságból, hogy mi volt ez. Tehát
a kommunista idő alatt, hogy az ott akkori pozitívumot, magukat is most már látom, ami elmúlt, és akkor az ember csak les, hogy hú, hát ez nem is volt azért olyan rossz akkor. Nem az, hogy nem lehetett megszólalni, meg fejbe vágtak a rendőrök, meg verték a csöveseket, meg a pankokat üldözték, meg lecsukták, hanem gyakorlatilag azt látom, hogy akkor valahogy mondjuk ez se biztos, hogy jó. Tehát valahogy úgy egyenlőség volt egy kicsit, sokkal jobb, egy boldogabb időszak volt, hogy is mondjam, az emberek úgy jobban összetartottak. Lehet, hogy ez a digitális világ vágta szét ezt, érted? Kint játszottunk egész gyerekkoromban az utcán, volt egy csatorna a tévébe, az is este 6-tól, vagy valami, tehát mindenki, hazaértünk a iskolába, azt kimentünk, és az emberek, a anyukámék is ott kínáltak, beszélgettek a szomszédokkal. Volt valami nyugalom. Most más világ lett, érted? De eltelt azóta, tehát érdekes, amikor kimentem Ausztriába, diszidáltam, csak lestem, hogy tök üres minden, tehát így üres utcák mindenhol, mint atombomba csapott volna be. Na most már itt is ez van, tehát az én fiam most 12 éves, azt se tudja, ki lakik a szomszédban, hol laknak gyerekek az utcában, ez mindig otthon kotlik a számítógép előtt. Úgyhogy nagyot változott a világ. Mondjuk ez nem egy, nem attól függ, hogy milyen társadalom van, hogy kommunizmus vagy kapitalizmus. Meg láttam, hogy ez a kapitalizmusba is még jobban kizsákmányolják az embereket. Itt a Béla mesélt épp múltkor, hogy ő festő tanuló volt, és akkor festette az iskolával a gyakorlat alatt a falat, és akkor egyszer elege lett, az lecsapta a pemzit, aztán elment haza. És az oktatója meg háromszor is kiment az anyjáékhoz, és könyörgött neki, hogy menjen vissza, meg folytassa az iskolát, meg mit. Na most nem csinálnának ilyet, hogy könyörögnek bárkinek is, hogy menjen, hanem betolnák, érted, úgy, ahogy van. Tehát azért voltak érdekes dolgok ott is, tehát gyarapodott azért mindenki szegény volt, de úgy épült az ország. Most meg ez a pénzuralom van, érted? Az ország egyik fele leszedi a másik felét, ahogy csak tudja. Tehát összeúszították a népeket a pénzre, érted? Tehát ez nem olyan jó ötlet. Hát ez tudom, hogy miről beszélsz, mert én 1963-ban születtem, tehát pont így nőttem fel ebbe a korba, és abban 60 év alatt én is eljutottam oda, hogy nem biztos, hogy minden, ami a régen volt, az annyira rossz volt, és nem biztos, hogy minden, ami most van, az olyan nagyon jó. Tehát, hogy a képen is sokkal árnyaltabb a dolog, hogy most egy kimondottan elmondjuk, hogy hú, egyik fekete, a másik fehér, mindenütt lehet találni jobbat, rosszabb, de az biztos, hogy ott voltak abban az időszakban is boldog időszakok. Én falun nőttem fel, hát én tudom a 60-as, 70-es években, vagy inkább a 70-es, vagy 80-as években, hogy egy falusi élet az mennyire más volt, mennyire összetartottak az emberek, mennyire ismerték egymást, meg mennyire segítették egymást, amit most nem nagyon látsz sehol, vagy nem nagyon tapasztalsz. Ez, amit te mondasz, hogy egymás ellen vagyunk mindnyájan. Hogy kérdezzem már meg, nem akarlak most már sokáig feltartani, mennyire figyeled a mostani zenei világot? Mennyire figyelsz a mostani punkzenekarokra? Figyelgetem. Érdekelnék, hogy mi történik. Persze. Itt Szegeden is vannak ilyen fiatal zenekarok, néha elmegyek, azt meghallgatom őket különben. Annyira nem vagyok már benne úgy, mint régen, tehát régen ez volt az életem, a zenekarok, meg a... Fú, de akkor tudod, mindenki illegális volt szinte, tehát abszolút, vagy föld alatti, úgy mondanám, tehát nem lehetett játszani, de attól próbáltunk, aztán cserégetődtek ott a tagok, tudod, egyik zenekarba, hát a másikba, aztán a harmadikba, a negyedikbe, tehát itt a szegedi akkori összezenekart ismertem. Mert aztán a zenekarok is voltak ott, tehát azért ott volt a 88-as csoport, vagy később persze. A Kolyan is Kvaci, egész másfajta világ, de hát az is egy ilyen országosan is ismert zenekar volt. Igen.
Azokat is ismertem, minden tagját, együtt mászkáltunk, együtt bulisztunk. Úgyhogy, de most annyira nem vagyok már benne a zenébe, de azért van sejtésem arról, hogy kik játszanak, meg elmegyek egy-egy koncertre, aztán meghallgatom őket. Van esetleg kedvenc, és nem kell, hogy hogy zenekar nevet mondjál, de hogy találsz olyat, aki azt mondta, hogy na ez most azért úgy rendben van, és te szívesen hallgatod akár napi szinten? Hát nem nagyon, nem nagyon, nem más, hát nem, annyira nem, nem, kritikus vagyok. Hát én magamról sem szeretem mondhatom. A fiatalokat, szeretem, ahogy pengetnek, meg próbálkoznak, azt látom a hibáikat is, de nem baj az, nem baj az. De a zenét teszünk fel, azt valami régit keresünk, vagy legalábbis én mindig úgy vagyok vele, hogy valami régebbi zenét keresek, amit hallgatok otthon, nem biztos, hogy a mostani, de hát ezt gondolom van abból, hogy én is 60 éves leszek. Így van. Lassan, hát sok mindent meg az elmond. Egy nagy, óriási lendület, belendülés volt ez a punk időszak különben, tehát azóta se volt ilyen. Mindenki zenéni kezdett, mindenki odafordult, és millió zenekar alakult, tehát ez egy iszonyú 10 év volt különben. És milyen zenekarok, aki a mai napig meghatározó? Hát nem úgy, hogy létező zenekarok, hanem hogy amit letettek az asztalra, azt a mai napig emlékeznek rá 30-40 év után is az így emberek. Van. Igen, nem nagyon volt ilyen korszak. Talán a 90-es évek elején volt az, mikor azt gondoltuk, hogy hú, de most milyen sok minden fog történni, milyen jó lesz nekünk, meg milyen sok érdekes dolog születik. Aztán egy darabig született, és aztán egy pár év után vagy eltelt, aztán rájöttünk, hogy ott sem minden úgy fog alakulni, ahogy mi szerettük volna. Így van, érdekesen megy a világ különben, nem arra, merre az ember számít, vagy gondolja, tök más, hogy forog, tök más, hogy... Igen, hát te nem gondoltad adott, most voltam hétvégén izén, Kusson, meg Kreténszem. De igen, most volt kurva Szegeden. Jó volt, kurva jó volt. Előtte képzeld, egy rockzenekar volt, Eddát játszottak, meg P-mobilt. Hallod, utána fölment a Kus, ég és föld, egy energia atombomba volt azután a rockzenekar után, akik kurva jól játszottak, tehát abszolút precízen, nagyon jól hangzott minden, nagyon jól szólt, jó énekessel minden, de mégse, tehát aki ideig nem tudta, hogy a punk micsoda, mert sok régi haverom is ott tartott, hogy hú, hát a punk azok nem jól játszák meg mindent, csak tátott szája hallgatta a különbséget. Annyira ki hangzott ez, hogy ez egy újabb zene, még mindig, tehát már 40 éves, tudod. Igen. Igen. Na, sőt, a tagok most már szép lassan mindenki meg is tanult még zenélni is, úgyhogy egyre jobban szólnak ezek a zenekarok. Ja. Igen, láttam fényképet a Facebookon, igen, ahol kirakták, hogy ott voltatok a koncerten. Jó volt, fasza volt, jó koncertek voltak. Hát, örülök, hogy sok mindent elmondtál, amiből úgy látszik, hogy terveitek vannak, meg egész jól alakulnak a zenekar dolgai. Az elkövetkező egy évben legalábbis lemez, meg koncert, meg könyvről szó volt itt sok mindenről. Hát köszönöm, hogy szakítottál rá időnt, és akkor nagyon sok sikert kívánok neked személy szerint is, meg az egész CPG zenekarnak. Figyelünk benneteket, hogy merre tart, és remélem egy év múlva majd a sikerekről fogunk beszélgetni, hogy mennyi lemez kelltel, meg hogy hanyadik koncertnél tartotok be. Jó, van, oké, köszönöm. Zoli, köszi mindent, minden jót, szia! Sziasztok, szia! Szia! Műsorunkat a Nemzeti Kulturális Alap és a Hangfoglaló Program támogatta.